Csodaszép ruhák, ékszerek és virágköltemények, mindezek elengedhetetlen kellékei az esküvőknek. Az egervári várkastélyban ma minden egy helyen várja a házasság előtt állókat. Második alkalommal szerveztek esküvői nyílt napot a Reneszánsz műemlékben. A helyszínről kolléganőnk Fraunhofer Márta tudósított. Az egervári várkastélyban vagyunk, ahol ez az idei első rendezvény. A mai napon elsősorban a házasság előtt álló párokat várják, nagyon sok érdekességgel, nagyon sok szépséggel. A kiállításnak az érdekességeit, illetve a kiállítókat Székely Bertoltól, szervezőtől kérdezem. Jó napot kívánok! Második alkalommal rendezik meg ezt az esküvő kiállítást. Mi a fő cél, és ezúttal hány kiállító fogadta el a meghívásukat? Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Pontosan egy éve, hogy a várkastélynak új üzemeltetője van, és a Gazdakultúrás Egyesületet bízta meg a rendezvények, illetve a programok szervezésével. Az idei évben második alkalommal kerül megrendezésre az esküvői nyílt nap, melynek első sorban az lenne a célja, hogy a várkastélyt népszerűsítse, mint esküvőhelyszínt, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve kiállítókat bemutassa az embereknek, amik közül tudnak válogatni. Mekkora most a repertoár, mi mindent kínálnak itt a kiállítók? 21 kiállító jelent meg a várkastélyben, akik bemutatják a szolgáltatásokat, illetve a termékeiket. A kiállítás pedig 10 órától 5 óráig várja a kilátogatókat, melynek a végén 5 órakor egy újévi tűzijátékkal kedveskedünk. Már most látni, hogy sokan érdeklődnek a program iránt. Tavaly mekkora volt a népszerűsége ennek a rendezvénynek? Tavaly közel 200 látogató volt, akik meglátogatta a várkastélyt. Szerencsére ennek volt eredménye is, hiszen a kiállítóktól kapott visszajelzések alapján elég sokan vették igénybe a szolgáltatásokat, illetve a várkastélyban is elég sok rendezvény került megrendezésre. Az idejében csupán 2 hétvégénk van, ami szabad esküvőnek a megrendezésére, úgyhogy úgy gondolom, hogy sikeres volt a rendezvény tavaly. Nagyon szépen köszönöm Székely Bertolt szervezőnek, és akkor megyünk tovább. Mint azt látják a kedves nézők a képeken, nagyon szép ruhákat lehet választani itt a mai napon, illetve ékszerek közül is lehet válogatni. Ugye a karikagyűrű az elengedhetetlen része az esküvőnek. Fordulok Böjte Sándorhoz, jó napot kívánok! Mi a trend idén a karikagyűrűkben? Karikagyűrűkről tudni kell, hogy már évszázadok óta egy férfi és egy nő összetartozásának szimbóluma. Ezért én úgy gondolom, minden párnak az első dolga, hogyha házasságra akar lépni, hogy karikagyűrűt válaszol. Ha visszaemlékszünk a régi időkre, vagy hogyha csak megnézzük édesanyáink, nagyszüleink vagy dédszüleink kezén viselt karikagyűrűket, akkor ez egy viszonylag egyszerű, féldomború, sárga vagy vörös aranyból készült karikagyűrű volt. Ez a trend a déli-európai országokban mai napig megmaradt, tehát Olaszországban vagy Spanyolországban mai napig is a fiatalok 6-7 féle modellből választanak karikagyűrűt. Ez viszonylag egyszerű, féldomború, fehér, sárga vagy vörös arany, vagy ahogy manapság becézik, rozé arany. És emellé szoktak egy úgynevezett szolitár eljegyzési gyűrűt húzni a párok. Közép-Európában, így Magyarországon, Ausztriában, Németországban vagy Lengyelországban ez a trend egy kicsit más. Itt sokkal több kő, sokkal több vésés szerepel a karikagyűrűkön, vagy van, és ez egy kicsit földobja, kicsit változatosabbá teszi, és éppen ezért nagyon-nagyon-nagyon sokféle modell van. Közel 3-4-500 féle modellből lehet választani, és azt látom, hogy egyre jobban igény van az egyedire is, tehát nagyon sokszor fordulnak hozzánk a párok olyan gyűrűkkel, hogy vésük belül mondjuk a nevüket, vagy van fontos számukra szimbólum, amit szeretnének, ha a jegygyűrűn megjelenítenénk, és ezért egyedi vésések, vagy akár egy szép gyémánttal ékesítjük a karikagyűrűket, és ezzel tesszük egyedivé őket. Mennyire legyen egyforma a vőlegény, illetve a mennyasszony gyűrűje? Hát általában a férfiak karikagyűrű az egy egyszerű fajta, viszont a nőkét lehet díszíteni. Egy, vagy két, vagy három, vagy öt, vagy 10 gyémánttal, vagy akár fekete gyémánttal, fehér gyémánttal, vagy féldrága kövekkel. Ez teljesen egyedivé teszi a gyűrűt, és igazán kedvelté, hiszen a hölgyek, ugye meg a férfiak is ezt a gyűrűt éveken keresztül, évtizedeken, 20 éven, 30 éven, 40 éven keresztül hordják, és akkor cserék le. Tehát ez fontos, hogy olyan legyen, amit tényleg tetszik, és szívből hord. Köszönöm szépen. Kedves nézők, tehát a mai napon az egervári várkastélyba várnak mindenkit, aki házasságra adná a fejét. Itt nagyon sok érdekes és nagyon sok szép kiegészítőből lehet választani.